Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jele Jászmink Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vállalkozói reggeli az együttműködést erősítik Bátaszéken. Munkavédelmi konferencia, mélyíteni kell a vállalkozók tudatosságát. Érettségi utáni képzés, a Dombóvári Apácai Technikum várja a jelentkezőket. 5 körözés volt ellene kiadva, hiába vadásztak rá, mégis lopni próbált a német kéri férfi. Hagyományteremtő szándékú kezdeményezést indított útjára Bátaszék. A település meghatározó vállalkozói találkoztak a város polgármesterével. Bozsolik Robert azt mondta, az éves költségvetés közel 30%-át jelentő helyi adók befizetőivel azért tartja fontosnak a rendszeres konzultációt, mert számos olyan fejlesztés zajlik a jövőben is a városban, amiben számítanak a helyi vállalkozásokra. A helyben dolgozó vállalkozások számos család megélhetését biztosítják, amellett, hogy ők termelik meg azt a forrást, amivel a város szabadon gazdálkodhat. Bátaszék adóbevételei megközelítik a 300 millió forintot. Éppen ezért is fontos, hogy tájékoztatást kapjanak elképzeléseinkről, mondta Bozsolik Róbert polgármestere a hagyományteremtő szándékkal életre hívott bátaszéki vállalkozói reggeli kapcsán. Hiszen egészen 2020-ig adunk majd viszonylagosan tájékoztatást arról, hogy hogyan alakultak a városnak a bevételei, és azok az adóbevételek, azok mire is kerültek fordításra. Fontos, hogy tudjunk egymás dolgairól. Azt gondolom, hogy korábban is fontos volt, de az elkövetkező időszakban még fontosabb, hiszen egy kicsit nehezebb gazdasági időszak elé nézünk. Így szorosabb együttműködésre van szükség, hiszen a város működése az ő támogatásuk és adó befizetéseik nélkül nagyon nehézkes. Jordán András a város legnagyobb foglalkoztatójának ügyvezető igazgatója üdvözölte a kezdeményezést. Azt mondta előremutató, hogy létrejött ez a találkozó, hiszen számos olyan információ kerül napvilágra, mely segíti a vállalkozások mindennapjait, ugyanakkor a város számolni tud a gazdaság nyújtotta lehetőségekkel. Mindenképpen szerintem van bizalomerősítő jellege ennek. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, örülök, hogy elindult, remélem, hogy hagyomány lesz belőle. Bozsolik Róbert azt mondta, több olyan pályázat van előkészületben, melynek megvalósításához elsősorban a helyi vállalkozások együttműködésére számít. A magyar kormány nem fog támogatni olyan szankciós intézkedést, amely növelni az inflációt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. A kormányfő a legfontosabbnak az energia kérdését ítélte, hozzátéve az Oroszországgal szembeni szankciók nem érinthetik a nukleáris energiát. Emlékeztetett, Magyarország az olaj behozatala esetében korábban már kivételt ért el. Úgyhogy egyetlen feladatot tűzhet itt ki maga elé a kormány, le kell törni az inflációt. Tehát ezt nem nézegetni kell, meg magyarázni, meg méricské, hanem le kell törni. Az infláció az egy közellenség. És meg is hoztuk a szükséges döntéseket. Tehát én azt hiszem, hogy az ellen vakcinát, a gyógyszert, az infláció elleni gyógyszert a magyar nemzetgazdaságnak a kormány már beadta. És ez dolgozik is. Én szerintem le is gyűrjük ezt a bajt. Én úgy számolok, hogy valamikor február-március tájékán a láz, ha az inflációt láznak tekintjük, az csökkenni kezd. És szépen visszaállunk a normális állapotokra, és az év végére, 2023 év végére, december per december alapon számolva, az infláció az egy számjegyű lesz. Mivel a szankciók miatt az üzemanyagárstoppot fel kellett oldanunk, a munkába járás költségei is megemelkedtek. A teljes foglalkoztatottság megvédéséhez azonban biztosítanunk kell a munkaerő mobilitást, így a kormány arról döntött, hogy duplájára emeli a munkába járás kedvezményes költségtérítését. Mondta Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Míg eddig kilométerenként maximum 15 forintos adómentes költségtérítést tettek lehetővé a munkáltatók számára a jogszabályok, ez a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára a duplájára, azaz 30 forintra fog nőni. A kormány döntéséből az is következik, hogy a minimális költségtérítés szintje is a duplájára emelkedik, a jelenlegi 9 forintról 18 forintra kilométerenként. Mindez összességében több százezer dolgozó munkába járását könnyítheti meg.
Szakemberek szerint Magyarországon a cégvezetők nagyjából 90%-a ignorálja és egyszerűen nem tartja be a munka- és tűzvédelmi szabályokat. Ennek részben anyagi oka is vannak. Azért, hogy felhívják a figyelmet a munkavédelem fontosságára, egy konferenciát tartotta a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Cégvezetőknek, vállalkozóknak tartottak munkabiztonsági és tűzvédelmi konferenciát a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szakember azt mondja, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a témában még jobban el kell mélyíteni a munkáltatók tudatosságát. Szigorú a szabályozási rendszere a munkavédelemnek és a tűzvédelemnek is, ezért fontos, hogy a munkáltató tisztában legyen ezekkel a feladatokkal, és ami a legfontosabb, hogy komolyan vegye, és legyen egyfajta munkavédelmi tudatossága már a cégvezetőnek is, ahhoz, hogy közelebb léphessen a biztonságos munkahelyek kialakításához. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozók többé-kevésbé ismerik a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, azonban nagyjából 90%-uk ezeket figyelmen kívül hagyja, és egyszerűen nem tartja be. A Magyar Munkavédelmi Akadémia elnöke az elmúlt időszakban az utóbbi jelenség okát vizsgálta. Géczi Rudolf szerint a kis- és középvállalkozások a legkockázatvállalóbbak, hiszen sok esetben ők a napi megélhetésért küzdenek. A munkavédelem meg önmagában egy kockázat kerülő kultúrát képvisel, és ez a kettő ugye nincs összhangban. És hogy ez miért van, milyen különböző a világ országain belül olyan kutatások ugye erre irányulnak, erre próbáljuk kutatni a válaszokat. Az elnök hozzátette, hogy a megfelelő munkavédelmi intézkedések, feltételek nem csak a munkavégzés eredményességére, hanem az alkalmazott egészségére is hatással vannak, hiszen a legtöbb balesetnél a dolgozó nem tartja be, vagy nem is ismeri az erre vonatkozó szabályokat. Tolna vármegyében is 3 nappal hamarabb érkezik meg a februári nyugdíj azokhoz, akiknek a postás viszi ki, és a 13. havi emelt összegű nyugdíj is előbb jut el az idősekhez. Ezt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be a Facebookon közzétett videóban. Mivel a postások egyszerre viszik majd ki a nyugdíjat és a 13. havi nyugdíjat, így jelentős összegű készpénzzel kell, hogy dolgozzanak, ezért több időre van szükség a kézbesítéshez. Azoknál nincs változás, akik banki utalással kapják a nyugdíjat. Az ő bankszámlájukon február 10-én jelenik meg a pénz. Az évelei 15%-os nyugdíjemelés természetesen a 13. havi nyugdíjra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy februárban egy 208 ezer forintos átlagnyugdíj esetén 2x208 ezer forint, vagyis 416 ezer forint érkezik. A Tolnavár megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikuma 8 érettségi utáni képzéssel várja mindazokat, akik 2 év alatt technikusi végzettséget szeretnének szerezni az induló szakágok bármelyikében. A képzés elvégzését követően egyszeri pályakezdési támogatást is kapnak majd a diákok, ami akár 300 ezer forintos összeget is jelenthet. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Apácai Csere János Technikuma számos lehetőséggel várja mindazokat, akik érettségi után technikusi képzést szeretnének elvégezni. Többek között 2023. szeptemberétől vasúti járműszerelő és a vasútforgalmi szolgálat tevő technikusi képzés mellett más szakágokra is várja az iskola az érdeklődőket. Szintén régóta van már nálunk logisztikai technikus képzés. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül indítani tervezzük a vállalkozási ügyviteli ügyintéző, illetve a pénzügyi számviteli ügyintéző képzésünket. A régi pedagógia utóda, ami átkerült nemrég a technikumi rendszerbe, az oktatási szakaszisztens képzés. Továbbá a szoftverfejlesztő és tesztelő technikus képzés mellett a kereskedő és webáruház képzésre várja a jelentkezőket az Apácai Csere János Technikum Dombóváron. Ugyanaz vonatkozik rájuk, mint az 5 éves képzések, de ezek 2 év alatt elvégezhetőek, ami azt jelenti, hogy adnak egy nagyon jó piacképes szakmát, és ingyenesek. Azon felül, hogy ingyenesek, azon felül ugyanúgy kapnak ösztöndíjat nálunk tanulók, illetve szakképzési munkaszerződéssel a későbbiekben duális képzésben vesznek részt, akkor pedig munkabért kapnak, ami legalább 100 ezer forint. A képzésekre jelentkezni az iskola titkárságán, illetve az intézmény weboldalán megtalálható jelentkezési lap beküldésével lehet.
Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával nyilvánította ezt a napot a holokauszt emléknapjává. 1945-ben ugyanis ekkor került sor a legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadítására. Személyi sérüléses baleset történt január 26-án az esti órákban. Egy autós közlekedett az 56-os főúton a 2-es kilométer szelvény közelében, a Szekszárdot elkerülő úton. A sofőr elmondása szerint elaludt, átért a szemben lévő forgalmi sávba, ahol előbb egy másik kocsinak, majd egy furgonnak ütközött. A balesetben ketten könnyebben sérültek meg. Hiába volt ellene 5 körözés érvényben, mégis lopni próbált egy férfi az egyik paksi üzletből. Végül a rendőrök hálójába akadt, ezért hamarosan börtönbe kerülhet majd. Egy paksi nagyáruház biztonsági őre vette észre, hogy a 23 éves németkéri elkövető egész egyszerűen felbontott több alkoholos italt, azokba beleivott, majd visszarakta a polcra az üvegeket. Az őr megpróbálta feltartóztatni és hívta a rendőröket, de a fiatal menekülni próbált. Pehére viszont a parkolóban elfogták az egyenruhások. A paksi rendőrkapitányság munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek, ahol megállították és ellenőrizték a férfit, aki először nem akarta az adatait közölni a rendőrökkel, azonban mivel őt már jobban jól ismerték, ezért megállapították, hogy egy 23 éves németkéri férfiről van szó. A férfi azzal is szabálysértést követett el, hogy nem igazolta magát a rendőröknek. Az elkövető adatainak ellenőrzésekor megállapították, hogy a férfivel szemben 5 körözés is életben van. Több bíróság is körözi, valamint a paksi rendőrkapitányság is körözést adott ki ellene, mert nem fizette meg a részére kiszabott 300 000 forintnyi bírságot. A többszörösen körözött bolti sarkát azonnal őrizetbe vették a rendőrök és a helyi fogdába szállították. Most ott várja, hogy a tettére felrott több mint 50 bűncselekményért bíróság elé állítsák. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő héten az építkezéseket és az építőanyag kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre többek között Bonyhádon, Szekszárdon és Dombóváron is számítani kell. Regionális híreink következnek. Gyorsabban hajthatnak az autók a pécsi temetőben, a látogatókat féltik a változástól az ellenzők. Forhint és a tervpályázat lezárása, díjazták a pécsi akvaparkra érkezett elképzeléseket. A rekonstrukció, több 100 millió forintból újultak meg a berekvizes élőhelyei Somogyban. Gyorsabb autós forgalmat enged meg mostantól a pécsi önkormányzata központi temetőben. Felemelték a sebességhatárt 20 km/h a közgyűlés döntése alapján. A baloldali városvezetés szerint lakossági kérést teljesítettek a változtatással. A jobboldali képviselők szerint azonban így nagyobb veszélybe kerültek az autókkal közös úttestet használó gyalogosok a köztemetőben. Ez a kopott tábla fogadja az autósokat a pécsi központi temető jármű bejárójánál. Ezen még éppen olvasható, hogy 5 km/h sebességgel közlekedhetnek itt kocsival a látogatók. A táblát azonban hamarosan cserélni kell. Változik a sebességhatár, így döntött a képviselőtestület. Az alpolgármester azt mondja, lakossági kérésre 20 km/h emelik a határt. Amikor bemegy, akkor látjuk azt, hogy ez az 5 kilométeres szabály, ez gyakorlatilag betartatatlan, és például ennek az igazítás is ehhez kapcsolódik, hogy akkor be tudja menni a túlsó végre, hogy ott nyílottak új parcellák, ezeket kitakarítani. Na most ez január elején megjelent, és a Biokon megjelent nálunk, hogy akkor most ezt tegyük rendbe. Ez például egy Bár tudom, hogy egy kis szabály, de a napi életben azért fontos szabály, mert ugye ez a pécsieket azért érdekli, mert ugye most az esőzés után, ugye nem csak az utakról beszéltünk, azért az a temetőknél ugye levert az összes falevelet, mindent, és nagyon sokan megjelentek hétvégén, hogy tegyék rendbe a sírokat. A polgári oldal képviselői tiltakoztak a közgyűlésen a sebességkorlátozás változtatása miatt. Az ÖPKDNP frakció vezetője szerint éppen az idősek és a kisgyermekes családok védelmében nem lett volna szabad megengedni a 20 km/h. Nincsen járda, tehát nyilván az út használata a gyalogos sebességéhez kell, hogy mérődjön. Ehhez képest 20 km/h emelik a
gépkocsik sebességhatárát a temetőben, ami szerintünk baleset és életveszélyes. Kértük, hogy ezt ne tegyék, ezt is megtették. Úgy látjuk, hogy sajnos ezt kell mondjam, hogy a kegyeleti helyet a temetőt is egy szolgáltatásnak tekinti a baloldali városvezetés. A közgyűlési vita mintegy egy órás volt ebben a kérdésben. A temetőt érintő sebességhatár növelése mellett a sírok megváltási ideje is változott, 25 évre csökkent 60 évről. Végül megszavazta a baloldali többség a temetőről szóló rendelet megváltoztatását. Tervek már vannak, de nincs pénz a megvalósításhoz. Így foglalható össze röviden a pécsi Aquaparkra kiírt tervpályázat, aminek eredmény hirdetését tartották meg csütörtökön. A bíráló bizottság összesen 43 millió forinttal jutalmazta az építészek terveit. Azonban az építéssel várni kell, hiszen nincs pénz a megvalósításra. Így csak porhintés a tervpályázat, véli a polgári oldal képviselője. Ezek azok a látványtervek, amik a pécsi Aquapark tervpályázatára születtek. Az önkormányzathoz 14 pályamű érkezett, ezek a teljes tervdokumentációt tartalmazták. A legjobbakat megvásárolta, illetve pénzjutalomban részesítette az önkormányzat. A második helyezett az 10 millió forint díjazásban részesült, a harmadik helyezettek 9-9 millió forintos díjazásban részesültek. Ezen kívül három pályamű volt érdemes még arra részlet megoldásai okán, hogy azokat megvásárolja az önkormányzat. Ők 5-5 millió forint díjazásban részesültek így. Első helyezett nem lett a bírálók döntése alapján. Összesen 43 millió forintot kaptak a jól teljesítő építészirodák. A jobboldali képviselő szerint ez a tervpályázat valójában csak sok hűhó semmiért. Ezt nem tudjuk másként apostrofálni, mint hogy porhintés. Az a konstrukció, amit most megterveztek, ugye nyilván a megrendelő szándéka szerint, ez tartalmazna szállodát, akvaparkot, úgy tudom, hogy csarnokot is, és csak satszolni lehet, hogy 80-100 milliárd forint körüli összegbe kerülne, hát ennek a töredéke sincsen. Az a 25 milliárd, ami volt 2016-ban még erre, az a 25 milliárd a jelenlegi költségvetési helyzetben nem áll rendelkezésre. Még 2016-ban kapott kormányzati támogatást Pécs a Modern Városok programban. Akkor a pécsiek megkérdezése után született egy olyan döntés, hogy akvaparkot kell építeni a kapott pénzből, mint egy 25 milliárd forintból, mert az itt élők ezt támogatják. Az előkészítés azonban akadozott, majd jött a baloldali városvezetés 2019-ben. Ők az előkészítésből megmaradt 80 millió forintból hirdették meg most a tervpályázatot. Az akvapark és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek a tüskésrét adna otthont az elképzelés szerint. Több száz millió forintból rekonstruálták a berekvizes élőhelyeit Somogyban. A projekt keretében megújultak a műtárgyak és új zsilipeket építettek. Ezeket az aszályos, illetve csapadékos időjárás miatt kellett modernizálni. Az elmúlt 7 évben országosan 38 milliárdot fordított a kormány a nemzeti parkok fejlesztésére. Az elmúlt években 4 somogyi és zalai területen rekonstruálták a szakemberek a vizes élőhelyeket. A projekt összesen 460 millió forintból valósult meg. Ennek nagy részét a berekre, amíg egy kisebb hányadát a Lengyel-Tótival határos területekre tudták fordítani. Mindkét területre jellemző az, hogy voltak ugyan műtárgyak, zsilipek, csatornák és egyebek, de ezeket gyakorlatilag az 50-es évek óta nem gondozta senki. És ilyenkor hát a fagyások és egyebek ugye megsértik magát a beton szerkezeteket is, van, ahol a vaszáró szerkezeteket eltűnt, ellopták gyakorlatilag, tehát nem működésképtelenek voltak ezek a berendezések. Tehát első körben, vagy hát elsősorban ezeknek a felújítása volt szükséges, illetve hát ugye a vízépítés tervezése során derült ki, hogy néhány új műtárgyal ki kell egészíteni. Egyrészt a biztonságos üzemelés, másrészt mindenféle vizek kizárása, vagy éppen beengedése érdekében. Tehát összesen 3 új zsilipet építettünk, illetve egy nagy árapasztót ebben ezen a két területen.
A KEHOP-nak köszönhetően 10 nemzeti parkban tudtak fejleszteni, mintegy 38 milliárd forintból. Nagyjából olyan 100 projektet, 100 egyedi beruházást hajtottunk végre, és 100 ezer hektáron javítottuk a természeti környezetünk állapotát. A nemzeti parkos projektek legnagyobb részét, mintegy kétharmadát a klasszikus élőhely rekonstrukciók tették ki. Magyarország nagyon jó helyzetben van az Európai Uniós összehasonlításban, hiszen az ország teljes területének mintegy harmada, de negyede biztosan természetközeli állapotban maradt fenn. De ezek a területek persze nem összefüggőek, hanem mozaikosak, feldarabolódtak, és ezért állandó beavatkozásokkal, projektekkel és a Nemzeti Park Igazgatósági Hálózattal az ott dolgozó 1400 munkatársal tartjuk fenn őket. A tárca a nemzeti parkok fejlesztésével, a vizes élőhelyek rekonstrukciójával nem csak a környezetvédelmet célozta meg. Erről is beszélt Rácz András. A természetvédelemért felelős államtitkár kiemelte, ma már egyre többen kapcsolódnak ki egy-egy nemzeti parkban. Egyre többen érdeklődünk az aktív kikapcsolódás iránt, a hagyományos pihenés mellett a szabadidőnket a természetben szeretnénk eltölteni, túrázással, kerékpározással, természetjárással, vízitúra lehetőségekkel, és ezeket a lehetőségeket ma már leginkább a Nemzeti Park Igazgatóságok biztosítják. A fejlesztésekkel nem állnak le a jövőben sem, tette hozzá Rácz András. A következő években 42 milliárd forint áll a parkok rendelkezésére. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Vállalkozói reggeli az együttműködést erősítik Bátaszéken. Munkavédelmi konferencia, mélyíteni kell a vállalkozók tudatosságát. Érettségi utáni képzés, a Dombóvári Apácai Technikum várja a jelentkezőket. 5 körözés volt ellene kiadva, hiába vadásztak rá, mégis lopni próbált a német kéri férfi. Szombaton is zömmel erősen felhős idő a legvalószínűbb, szorványosan előfordulhatnak húszálingózások. Vasárnap napos és erősen felhős, párás, szürke kötfoltos területek váltakoznak. Csapadék nem hullik. Nyugaton mérséklődik a szél, hétfőre egy meleg, majd estére egy hideg front érkezése valószínű. Beborul az ég, és egyre több felé lehet számítani kisebb havazásra, havas esőre. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!